Keszeget, sziszárgót és sülőt készítünk. Ugye a keszeg és a pisztáng ez paprikás lisztbe van forgatva, a süllő meg sima lisztbe, a hal egyébként be van fűszerezve. Úgyhogy azért nem kell túl cifrázni, az egyszerűség a titka a jó halsütésnek. Ugye a paprikás liszt, a keszeget már több száz éve erre sütik, akkor nem kell változtatni, ha egyszer bevált. Úgyhogy akkor ezeket letesszük, ha minden igaz, a forró olajba. Milyen fűszerek vannak benne? Sóbors. Sóbors, semmi más? Semmi más. Abban meg a paprikás liszt, ugye? Na most akkor a süllő is. A süllőnél, ugye ezt vendéglőkben csinálják, 30 évet én is dolgoztam ott. Prézlibe, darádióba, kukoricalisztbe. Na most ennek egy titka van, hogy a sima lisztbe teszem, amikor kívül szép piros, akkor tuti, hogy belül meg van sülve. De ha mondjuk diót vagy prézit pirítok, kívül már nagyon piros, de még belül vízes a hal. Egyszerűség, akkor jó a legesz. Az igazán jó hal titka az, hogy követni a tradicionális elkészítési módokat, semmi. Így van, nem kell túl cifrázni. Hát más a vendéglőkben ugye zömével, filével dolgoznak, de ha tudnak szerezni egész halat, akkor ők is megsütik, de nem kell egyszerűen. Az a titka a jó halsütésnek, egyszerű legyen, nem kell itt a kakukkfű, meg ez, meg az, meg nem tudom én. Oszi bácsi, ez egy fogalom a Balatonparton, most már hány éve is működik itt ez a sütődés? Fönt voltam a várvendéglőben 30 évig, csak az bezárt már, és itt vagyunk 16-17 éve, de voltunk a 70-es években is lent a strandon, és a miénk volt, jobban mondva az átészeje. Hogy lett tömbből halsütő? Hogy kezdődött az egész? Hát ugye fönt a várvendéglőben is a kapitális hal, ugye az a süllő. Hát ez volt a fő profil. Amikor a strand is a miénk volt, akkor ugye a 70-es években mi volt egy strandbüfének a menüje? Hurka, kóbász, keszeg. Nagy kosár jégével hordták a keszeget. Majd később jött hozzá a lángos, és nagy nehezen kiszorította, nem nagy nehezen, hanem kiszorította a hek a keszeget, és jó pár éve elkezdtük, 5 vagy 6 éve elkezdtük, hogy újra próbáljuk meg a keszeget, nagyon jól ment, mindig többet adtunk el, és erre letiltották a halászatot. És süllő, keszeg, pisztráng, igen. Ez a háromféle hal kapható önnél? Nálam csak ez a három hal van. Miért tűzte számon a hekket? Ez nagyon divatos Balatonon a hek. Hogy nincs önnél hek? Nálam nem is lesz, amíg élek. Ez egy, az a baj, hogy a köztudatban sokan azt hiszik, hogy ez balatoni hal. Hát egy, tavaly a fiam kiírta egy megállító táblára, hogy friss balatoni hek kapható, megnyilaszta ide, és jöttek ide, hogy na, abban a friss balatoni hekből adja. De mondtam, töröd le, mert ha valaki főteszi, az internetre rajtunk rög az ország. Úgyhogy egy gerinces, ugye a hek, egy gerinces, nincs benne szálka, hát ez az egyső. Csak az is tévedés, hogy az sült hal, hát nem sült hal az, ez egy párolt hal, mert belemártja abba a tésztába, beleteszi a forró olajba, lesz egy kéreg rajta, és belül párolódik a halnak. Nem sült hal, mint ez például. Letiltották a halászatot. Ezt nem tartom egy jó ötletnek, hogy több száz évig halászták a Dunát, Tiszát, Balatont, és akkor eldöntötték, hogy most mától nem, ez már 3 éve, kellemetlen helyzetbe hozzák az összes halsütőt, ugye mert legálisan a balatoni halat nem lehet kapni. Horgász nem adhatja el a halát, halászat nincs, akkor honnan lesz balatoni hal? Milyen egyébként a szakma Magyarországon? Balatonparton van rengeteg sütőde, az ön sütődéje mindig benne van a legjobb 10-be. Minden nyáron, amikor felállítják ezt a rangsort, mindig dobogós helyen végez. Milyen a szakma? Mitől jó egy sütőde? Minőségtől. Jó halat kell adni.
A versenytársak azok változóak. Van, aki ugye helybe alán megy árba, azt hiszi, attól neki nagyobb forgalma lesz, sőt, kevesebb lesz. A minőséget, ha tudjuk tartani, akkor úgyis ide jön. Lehet, hogy drágább nálam a keszeg vagy a süllő, de ide fog jönni, mert jobb a minőség. Akkor térjünk egy kicsit a sütésre. Most ugye bekerültek a halak, mennyi ideig kell? Ellepje az olaj? No. Hogy kell sütni, hogy jó legyen? Na ugye jönnek a háziasszonyok is mindig mondják, hogy nem tudnak olyan halat otthon sütni, mint mi itt. Na mi a menet? Ugye a menet, hogy idáig ellepje az olaj, otthon spórolunk az olajjal, és nem tud olyan hőmérsékletet csinálni otthon a gáztűzhelyen, mint amit én csinálok itt. Beleteszem, majdnem teljesen forró az olaj, visszaveszem a lángot, és én tudom, hogy mikor kell még pirítani a halat, akkor ugye följebb teszem a gázt. Ebben a hőmérséklettel lehet szépen játszani. És forgatni folyamatosan, ahogy látom. Igen, hát ezt mindenképpen. Mennyi ideig sül? Általában keszek 10 perc, sül egy negyed óra, attól függ mekkora. Hogy zajlik itt egy nap, mikor nyitnak, mikor kezdődik önöknél a szezon? 10 órakor nyitunk, akkor már hadsz kész minden. Előtte 6-tól halirdalás, 6 órától, sózás, hűtőkbe berakni a halakat. Ez megy 6 órától 10-ig, 10-kor már mi élésben vagyunk, és este 4-8-kor veszem fel az utolsó halrendelést. 7-8-kor bezárok, akkor vagyok a fizikai teljesítmés végén. Mikor indul a szezon, tavasszal? Hát mi már kinyitunk általában elég korán, március 15-én, így hétvégenként, és ha jó idő van természetesen. Majd aztán május 1-től akkor már minden nap, és vagyunk olyan szeptember 15-ig körülbelül. Fizikailag hogy lehet ezt bírni? Hát sehogy. De 73 éves? Jövő héten leszek 73. Mikor pihen? Hát azt nem tudom, most majd, talán szeptemberben elmegyünk egy hétre vagy kettőre valahova pihenni, csak embereket ne lássak akkor sokat. Lehetőleg olyan helyre megyünk. Még hogy bírja még a vendégeket? Hogy jön ki a vendégekkel? Már nem türelmetlenebb vagyok, mint ezelőtt mondjuk 40 éve. Most már türelmetlenebb vagyok. Na hát ez az egyetlen vagyok. De addig még hálásak érzem, hogy jót adtam, addig minden oké, de amikor valaki már elkezd ciki, meg izé, meg minden, akkor hamar fölkapom már a vizet, az a baj. Volt már olyan, hogy azt mondta, hogy na jövőre hát már nem jövök ki? Vendégek is mondják, hogy tavaly is azt mondtad, hogy nem leszel itt. Én úgy gondolom, hogy jövőre én kiszállok, csak szóval itt maradok figyelni, meg mit tudom, árut beszerezni, de a vőm szintén vendéglátós, és úgy néz ki, hogy ő beszáll, odanom fele üzletrész nekik, és akkor ők fogják csinálni már tovább. Honnan tudjuk, hogy kész a hal? Tényleg szépen kár, hogy nem mutattam meg. Például a süllőt, amikor benn van az olajba, itt lapátta megfogod, és nem hajlik le, nem törik el, kész a hal. Tehát akkor van kész. Így van, egy lapátta középen megfogom, és kész. Keszegek a ránézésre? Keszegek. Érzésre? Nem, mert azt meg ugye ámolba, hogy megkopogtatom, kemény, így megfogom, meg hát ropogós minden. A keszegnek ugye itt van a veszélyes szálka itt fönt, ezt elvágjuk, azért van csontig leírdalva, elvágjuk, besózzuk, ugye só is eszik be a hűtőbe, és akkor jó ropira megsütjük. Hát ami van szálka, az itt lent van, ugye, és itt ezt úgy lehet enni, mint a kenyeret. Tudják az emberek egyébként, hogy hogy kell halat tenni, vagy meg kell tanítani? Na, de hogy hát van, aki a halat se ismeri. Csak hallja, hogy izé van hal, és akkor ez milyen hal, hát úgyhogy mondja, hogy hát milyen íze van a halnak, mondom, hal íze van. A hármas teríték meg van? Hello! Ja, jó.